Csá, sziasztok! Itt vagyunk újra a tengeren, jelentkezünk szolgálatra. Nos, úgy gondoltam, megmutatom nektek, mennyi ideig is tart egy tényleges halászat valós időben. Szóval nem egy összevágott videó, hogy itt vagyunk, ott vagyunk, ez van, az van, megérkeztünk, megtaláltuk, kifogtuk, jaj de jó. Hanem ténylegesen mennyi ideig tart, nem tudom, mondjuk 1 milliót összeszedni. Úgyhogy szerintem kezdjünk neki. Jó. Szóval válaszolunk ki egy hajót, nem tudom mivel megyünk. Mivel fogunk halászni? Ja, van nekünk egy ilyen öreg teknőnk. Van ez a kis tonhalas. Rákhalászat. Megnézzük először, hogy minek van most a szezonja. Nem tudjuk ugyanis. Úgyhogy... Jó van, nem érdekel. Hol tudjuk itt megnézni? Itt sehol. Még ilyet, ha ki se tudunk menni belőle. Még erre se jöttem még rá, hogy kell a időjárás előrejelzést használni, de meg a térképre se rá. Mekkora süttyó már. 4 ember kell a hajóra, hogy meg tudjuk nézni a térképet. Egy süttyó vagy, öreg. Egy süttyó. Na jó, és most már. Oké. Okay. És... Semmi. Na, érdekes. Hol tudjuk? General Fish Types Fish Seasons. Na nézzük! Szuper. De nem tudjuk, hogy milyen idő van. Vagyis, hogy bocsánat, milyen dátum van. Június-e. Június 25-e van. És június 1-én tonhal szezon van, illetve ez a haddock, polok, redfish, makréla. Na jó, tonhal az drága, úgyhogy abból egyszerű összefogni. A egy milkát. Úgyhogy... haddock, de abból is fogtunk egy jó párat, akkor az nincsen. Palok és a redfish van. És makrélát, ezzel lehet makrélát fogni. De most nem az a lényeg, ugye nem az a cél. Úgyhogy... ez a leglassabb hajónk. 40 tonnát bír el. Ezzel fogunk menni. Ó, viszont ez csak... ha... húkas.
Nem baj, jó lesz. Oké. Ezzel megyünk. Akkor felszereljük. Nincs mivel felszerelni. Ez meg van tuningolva. Szerintem. Ezért menjen is. Így van, akkor a többi is megvan. Megnézzük, ki van a hajón. On board. Sadie, Lewis, meg Graham Oakley. Igazából úgy döntöttünk, hogy mindent magunk csinálunk. Úgyhogy... nem lesz segítségünk. Mit szólt? Ah! Na, segítség nélkül megyünk. Kihívás. Egyedül a tenger ellen. Jó, akkor... van nekünk... tizenegy... 5000-es. Nem kell, 5000-es ez túl nagy egyébként. Egy 5000-esből tele van a... az egész. Na, kevesebbet, kevesebb szél kell fordulni. Na jó, van 11 krab, krab. És a krab az jó a valamire. Narancsárgára. Nem igazán tudom, hogy melyik a melyik. És van még négy ilyenünk. Ami meg megint csak jó a valamire. De őszintén szóval lövésem sincs, hogy az a lenti ott a makréla. Akkor ilyet teszünk. Hát a fogunk makrélát. Ó, valahogy nem jó van. Itt valami. Na mindegy. Majd lesz valami. Megtankoljuk a hajót. Minden, oké, más, kész vagyunk. Na, úgy néz ki, hogy mégiscsak kell valakit vinni. Nem enged a nélkül. Úgyhogy... akkor valakit kerítünk. Egy... hand gutting, machine gutting, long line hauling, deep line. Jó lesz. Oké, kész vagyunk. És akkor kifutunk a kikötőből. Na gyerünk, te ócska, ladik! Ez a Tata. Tata hajónkkal éppen... megyünk valahova valamit fogni. Át kell váltani szonárra. Melyik is az?
a válcsát. Így szonára. Hogy ugye lássuk, hogy mivel van dolgunk. Nagy ívbe veszük a kanyart, hogy legalábbis megpróbáljuk, mert egy párszor itt már elakadtunk. És innentől kezdve már ki lehet. Nem ez. Ez valahova. Itt már nekem meg vannak jelölgetve, úgyhogy ugye ez valami kis plusz. Viszont ezek már 2 hónapos jelzések. Stonehallra. Hát nem is tudom, hogy hova. Kijövünk csak ide. De így valahova. Hát, ha itt találunk valami. Így gyors utazással kijövünk. Jó, és akkor... Valahogy csicseregnek a delfinek. Ez jó jel szokott lenni. Igazából. De... Én sose láttam semmi pozitívumat. Annak, hogy itt úszkáltak. Cápát is látunk már, hogy... Azt tudom, hogy ahol sirályok vannak, ott halak vannak. Állítólag. Mennyire igaz, azt nem tudjuk, de... És akkor most keresjük a halakot. Hopp, ott már... Ott már fel is tűnt valami. De ez egyelőre csak egy magányos kis halacska. Viszont ha már így vagyunk, akkor a legénységünket elküldjük hátra, és bekészítetünk vele, hát nem is tudom miért, ezt a rákos csapdát. Hát egy árva halacskát láttunk. Úgyhogy ez így egyelőre nagyon gyenge. Hát szerintem erről 1 millió célről le fogunk tenni. Emberünk ma készenlétben van, vagy? Na, ott áll, igen. Nem olyat. Ilyet készítsél be. Na, úgyhogy.
Haladunk, haladunk. Megint van egy halacska, de ez csak ilyen eltévedt kis magányos. Valami nagy rajt kéne találni. Már lassan ránk is világosodik. Megnézzük a térképet, és bejelölünk rajta egy útvonalat. Így egy kicsikét erre, valamerre, majd csak lesz előbb-utóbb valami. És bekapcsoljuk az autópilótát. Maxi sebességgel ne álljunk meg, és közbe-közbe ránézünk, hogy így, és elindulunk gyorsan. És ilyenkor ugye az autópilóta, amint visszatérünk térképről, ráadja a kakaót a teknőre. De előttünk nincsenek halak, úgyhogy megint ugrunk egyet. És visszaállunk. Autopilóta módba. Na, ott egy halacska feltűnt a mélyben. Na, szóval ez a játék tényleg csak az elvetemülteknek való. Akik élvezik az önsanyargatást. Vagy nagyon be vannak lassulva. Ilyen hibernált üzemmódot folytatnak. Na ez már biztató, itt ma második halacska is felkerült a szonára. De ez még mindig gyenge. Itt még nem lesz nagy kapásunk, úgyhogy ide fölösleges kidobni a zsineget. Na, ott viszont már kettő halacska is megugrott. Lehet, hogy jó felé haladunk. Na jó, dobjuk ki. Itt ma úgy néz ki, hogy valami lesz. Itt úgy néz ki, hogy itt ma több a hal. A valamilyen fajta. Ó, igen, úgy néz ki, hogy ráakadtunk. Ráakadtunk egy kisebb csordára. Hogy így szépen leengedjük. Jó lesz ez szerintem. Itt ma van hal. Itt leengedünk két zsineget. És tele is lesz. Na, feltéve, hogyha olyan csalit használunk, mint amilyen az ő ízlésüknek megfelel. Ugye más az, hogyha bűzdik nekik a csali. És nem hatnak rá. De majd. Mert meglátjuk, hogyha felszedtük, felhúztuk a kötelet. Ó, itt van hal.
Itt azért vannak halacskák. Hát legalábbis voltak, de úgy néz ki, hogy most így eltűntek. Na mindegy, így szépen kifeszítjük. Még kis zsinegünket, ám még mindig jó irányba tartunk, van itt hal. Van itt hal bővesen. Na. És azért így már egy jó negyed óra eltelt azzal, hogy még itt eltököltünk a kikötőben. Na, emberünknek mondjuk, hogy készítse be a következő csalit. Mi meg? Hát nem is tudom, merre forduljunk, egy kicsikét valamerre. Rányítunk a térképre, hogy jobban lássunk. Kirakjuk a következő zsinegünket. És aztán kirakunk még egy harmadikat. Biztos, ami biztos, hát ha a kettő nem lesz elég kapás. Úgy, hogy a két zsinek közé jöjjünk, szóval leírunk még egy ilyen félkört, és wow, ja igen, most megyünk az automata a beállított, minek hívják, mentén, nyomvonal mentén. Remélem, hogy még erre is lesznek halak. Most ugye automata pilótánk van ilyenkor, amikor engedjük ki a zsinegünket. Hát legalábbis a gázt azt automatikusan adagolja. Ó, mekkora hárraj van itt. Tuti. Ez itt tuti hely. Nem is kell, csak kettő zsineg. Á, jó, teszünk egy harmadikat is, azért biztos, ami biztos. De ugye ezt nem lehet gyorsan kihúzni, mert ez a ilyen négy csomó körüli sebességgel fektetjük a kábelt. Itt semmi extra. Tényleg ehhez idegek kellenek, és türelem, és nyugalom. Ezt a játékot másképp nem lehet. Még szerencse, hogy ebből nekünk jutott egy jó adaggal. Na, úgyhogy tudunk így forgázgatni, nézelődünk. Csodáljuk a táját, ki vannak világosodva a csillagok. Holdunk is van. Na, mindjárt végére érünk a kábelnek.
aztán így a térképen így kitöröljük az útvonalat, nekünk majd ne kavarjon be az autópilóta. És teszünk egy jó kis kanyart. Ahol a harmadik zsineget is kidobjuk, és visszatérjünk oda az egyes és a kettes közé, hogy a háló behúzáskor ne kelljen ki tudja hova még elhajókázni, hanem ott lesz mind a három zsinegnek végül is egy-egy az egyik vége, egy-egy bója, amit el tudunk kapni és be tudjuk húzni. Így majd aztán megspórolunk egy kis hajókázást. Hát hogy mondjam, 8 csomóval megy a ez a kis ladik. Ez nem is olyan rossz szerintem. Én majdnem 9 csomó hajóhoz képest. Szerintem egész tűrhető. Mit gondoltok? Nem egy álomhajó, az igaz, nem egy szépség. Nekem konkrétan tetszik. Tényleg ez az igazi halászhajó forma, amit filmekből is mindig láttam gyermekkoromba, amikor ilyen valami filmet néztünk, ahol tenger volt, meg halászat, vagy valami ilyesmi. Mindig ilyesmi formák voltak a hajók. Ez az igazi hajó forma, a teknő. Ez teknő forma. Menjen le a hold! Ezt eddig nem is figyeltem. Mert lehet, hogy a legutolsó patch-sel jött ez a dolog. Nem megyen le a hold. Na jó, ráfordulunk így a célra. És kidobjuk a harmadik zsinegünket. Na, így körülbelül célra álltunk. Megpróbáltuk becélozni ott az egyes kettes közét. Elmondjuk el lesz. Kicsit utazni kell majd. De nem lesz az olyan vészes. Ott is van egy hajó. És lement a hold. És szó szerint eltűnt a hold. És akkor lassan a napnak kéne kelni. Így gyerekek. Ez a háromszög, ez nem lesz valami kapós. Úgy nézem. Itt alig akad egy-két hal.
Nem baj. Nem baj, ne legyünk telhetetlenek. Elég lesz annyi hal, ami kitölti a rakterünket. Emberünk ott keményen áll. Meg vissza is küldhetjük ma. Nem fog kelleni. Több hálót már nem dobunk ki, úgyhogy nyugodtan visszamehet pihenni. Szuper! Kidobtuk a harmadik hálót is, úgyhogy ez nem háló, hülyeségeket beszélek, nem hálóval halászunk, hanem ezzel a zsineggel. Úgyhogy szerintem leállítjuk a motorot. Azt mondtam, leállítjuk. Már éppen leállott. De még mindig hallom. Pedig ki van kapcsolva? Nem, ez megyen valamit. Vagy nem? Na mindegy, szóval pihenünk. Egy 8 órát. Így van. És megnézzük, hogy zöldek-e. De nem zöldek, még mindig pirosak a. Akkor keveset pihentünk. Akkor még lepihenünk. Egy-két órára, akkor ez meg lesz a 10 óra. Gyerekek, ez még mindig piros. Neki zöldnek kéne lenni. Nincsen kapás. De a kapást azt nem jelzi, kapást csak a tonhalnál jelzi. Ez marha érdekes. Na, milyen halakot jegyez ez? Ez ilyen... Nekem ez a hadoknak tűnik. Azok ott hadokok. Alól felül szimmetrikusan. Azok a had viszont hadokra meg nincsen. Csalink. Gyerekek, akkor ezt megszívtuk. Ezt megszívtuk. Mint a torkos borzt. Na még a tor... mennyit? 4 órát még várunk. Hát, ha. Sárgák. Na, ez ma valami. Hogy is vannak a színek? Sárga. Sárga után nem zöld? Megnézzük a wikibe.
De vajon hol? Melyikben is lesz? Introduction. Írja, viszont nem írja a színeket. A fene megette. Getting started. Hood. PDA. Á, itt kéne rajta lenni. Hát nem mutat semmit. Na jó, akkor ráhúzunk még. Még 2 órát, aztán meglátjuk, hogy aha, azok ma zöldek. Sárgába átment zöldbe, de azt hiszem, hogy kék az, amit a tuti. Akkor még várunk, még 2 órát. Na jó, várjuk 4-et. Kék, ez az. 20 óra. És akkor szedjük össze. Apa, emberünket ráállítjuk ide a kifogásra. Nem, mi megyen szépen pucolni. Mi fogjuk ki a halat. Ott világít, úgy látom, az egyik bója, úgyhogy arra is veszük az irányt. Kicsit eleredt az eső. Megázunk idekint, hogyha a víz nem így fröcsköl le minket a tenger, akkor majd az eső elintéz. Igen, ott van a mi kis bójácskánk. És csekély. Több mint fél óra alatt elértünk odáig, hogy kihúzhatjuk a hálót. Az első hálónkat. Háló, mindig hálót beszélek. Az első zsinegünket. Na, megpróbálunk szépen ide lavírozni. Sebességet levesszük. Oké, húzzuk. És egy tuti. Ennyi. Úgy néz ki, hogy rosszféle csalit használtunk. Ugyanis egy halat fogtunk vele, egy. Az az egyetlen egyet. Jó, ez 1,5 tonnát jelent, úgyhogy itt nem kell ugye azt venni, hogy tudom én, az egy hal az 1,5 kiló, vagy kiló, vagy attól függ ugye, hogy milyen, mekkora hal. De hát azért egy halóról volt, már leszettünk 8-at is. Vagy nem is tudom, mennyi az, amikor tele van.
Na nem baj. Lényeg a lényeg. Ez se lesz itt jobb. Ez se lesz itt jobb. Szerény véleményem szerint, ami azt jelenti, hogy fölösleges is próbálkozunk itt ezzel a fajta csalival, mert nem fogunk semmit. Mindjárt kiderül, hogy itt több sikerrel jártunk-e. Egy dekase. Egy dekase. És eddig mit fogtunk? Hedok, meg egy kis polok. Hát ez... Ez nagyon... Nagyon gyenge teljesítmény. Nagyon-nagyon gyenge teljesítmény. Na mindegy, kimondottan hetokos. Na várjuk, ott pedig ma fogtunk egy csomót. Akkor mivel fogtuk? Hát nem ezzel a csalival. Nem ezzel a csalival fogtuk, az már biztos. Viszont itt van sok hadok. Úgyhogy ez itt egy jó hely. Visszatérünk a kikötőbe. Valamelyikbe. Ah, ebbe visszajövünk a lockportiba. Eladjuk. És onboard el szeretnénk adni. Igen. Tizenhármezer. Hát az is több, mint a semmi. Jó. És akkor... Nekünk... Mire kell? Hedok, hadokra kell, ez az a... Ez az a narancs. Ugye? Az. Annak van olyan formája. És ez a rákos. Az így fenéket, kettő rákos volt és nem kapott rá semmi. Pedig ott hadokokot mutatott. Vagy nem hadokot, hanem olyan sárgát.
Nem, annak nincsen. Szerintem nem. Szerintem azt a... Vagy olyan kod... Nem. Tudja, hogy nem kod volt. Megnézzük még a szonárt, hát ha mutat valamit. Ez ilyen világos hál. Azt tudja, hogy a hadok. Azt tudja, hogy hadok. Nem pöttyös, csíkos, olyan formájú. És a narancsárga. És a narancsárgának... Vagy az lehet, hogy nem az. Meg kell nézni ebbe a wiki valamiben, mert szerintem az a narancsárga az hadok. A krebes, hogy hívják. De van egy olyan sanda gyanúm, hogy az nem az lesz az. És akkor meg... Kreb. Kod. Polok. És ezt Poloknak írja. És a legutána van a hadok. A 15-ös. És a makréla. Makrilával kell hadokra. Swordfish tuna. Heringel meg. A makrilával kell a hadokot fogni. És a sárga. A nem is úgy néz ki mind a képen. Az a narancsárga, a polok, az meg a hadok. A itt a sárga. A fene beléd az. Az összeset visszacsináljuk, és felcsalizzuk akkor makrélával, mert a sárga. Mennyit fogunk felcsalizni? Csalizzunk fel az összeset. Szóval most potyára megjártuk, mert teljesen másképp néz ki ezen legalábbis szerintem, mint amúgy. Na jó, most megint innen ki kell döcörögnünk. Kikötőbe ugyanis nem lehet használni a gyors utazást. Úgyhogy innen kidöcögünk, aztán visszamegyünk oda, kidobjuk a csalinkat, most már a jó fajtát, és megpakoljuk a hajógyomrát. Ebből is tanultunk. Majd egy óra elment ezzel, hogy egy rossz csalival, ha valójában.
Halasztunk. Na nézzük, tudunk utat csinálni kifelé? Tudunk. És ide jövünk le. És... Na, és erről van szó. Kikötőből nem lehet gyors utazni, hiába van ott a bója, ez valahogy hát nem oda vezetett. Olyan a térkép nem regisztrálja, hogy itt bizony egy kőfal van. És még most itt a hajóba is bele fogunk majd ütközni. Nagy valószínűséggel. Úgyhogy először is kinavigálunk innen irányballunk, és majd utána fogjuk csak a gyors utazást megindítani. Na gyerünk, tata! Na jó, szerintem most már bátran lehet gyors utazni. Ó, nem oda. Oké, nem ütköztünk semmivel. És elérkeztünk a célállomásunkhoz. Úgyhogy emberünket. Ez még azóta is pucol. Csórikám. Na gyere ide készíteni. Ilyet. Ugyanis indul a halászat. Ó, attól tartok baj van. Itt be van készítve egy rákos vacak. Úgyhogy ezt még nekünk innen valahogy le kéne szedni. Ó, de nem fogjuk tudni. Nem fogjuk tudni innen leszedni. Ahogy az el. És ezzel mit lehet csinálni? Erre nem gondoltuk a kedves játéktervezők, hogy... Igen, készítsd elő, de nem akarja, mert már be van készítve a rákos csali. Hogy az anyád mindenit. És most, hogyha én ezt nem akarom. Hogy tudom én ezt elzárni? Hogy ne tedd ki! Ne dobd ki azt a csalit! Most meg kell várni még... Hát ez nem igaz. De 500 métert meg kell várni, amíg... Ez végig döcög 500 métert, hát az valami katasztrofális, han... Lassú.
folyamat. Na mindegy, hát ebből is tanultunk. Ki kell dobni az összes hálót, ne maradjon bekészítve semmi, mert aztán rosszul járunk vele. Mert leszedni nem lehet onnan, nem? Ami majd egyszer elő van készítve, az már ki is fog onnan dobódni. Na hát tudnánk valami jó kis halásznótát, akkor most el lehetne énekelni. Na, de lassan már a végéhez közelítünk. Emberünknek mondjuk, hogy hát azért készítsél be egy ilyen, még egy ilyen. Mi ez? Makrélás. Csali, azt hiszem, vagy zsinek. Hogy végre már fogjunk is valamit. És most úgy fogjuk csinálni, hogy ledobunk kettőt, várunk egy. Várunk egy 6 órát. Állj meg, menj vissza. Ezt is fel kell szedni, ezt a zsineget, ennek semmi értelme, úgyse fog rá kapni semmi. Szóval ledobunk kettőt. 6 óra múlva megint ledobunk kettőt. Majd 6 óra múlva megint ledobunk kettőt. Felszedünk kettőt, mire visszaérünk vele, megpucoljuk, visszaérünk vele a kikötőbe, meg onnan vissza, akkora jó lesznek a zsinegek. Nem kell olyan sokat várni két halászás között. Na szedd be magad! Aztán ezt nézd! Hát fogtunk valamit, pedig most lett kitéve. Na ez igen, ezt nevezem. Na de. Akkor most látjuk, lássuk a medvét. Reméljük, még nem úsztak el innen a halak. Annyit járkalunk itt fölle, hogy fele is sok. Viszont szinte pontosan egy óra telt el azóta, hogy itt elkezdtünk ezzel szórakozni. És egy óra alatt kerestünk 13 ezret. Ugye kereshettünk volna többet is, csak hát. Hát nem vagyunk mi profi halászok, nem ebből élünk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez így megbocsátható. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy itt a halak valahogy eltűntek a radar képernyőről.
Nem erre mehettek. Nincs előttünk hal. Pedig itt ebbe a csücsökbe haláztunk az előbb is. Amikor olyan sok halat láttunk. Na mindegy, elfordulunk egy kicsikét, hát ha jobb lesz. Na, itt már minthogyha. Hullámokkal szembe megyünk. Nagyon belassult az a hajó. És hol begyorsul, hol belassul, úgyhogy nagy hullámokon megyünk keresztül. Áh, megjöttek a halak. Na ez már. Jó van, elfordulunk, mit tudom én, itt átvágunk ezen a kis sekélyebb részen. És már dobjuk is a horgot. Tudom én erre valahogy így. Na, gyerünk! Ez az. Na gyertek, gyertek, halacskák, megint. Valahogy. Kezdenek eltűnni. Hát látod, hogy a végén az lesz, hogy három zsineget dobunk ki kettő helyett. Visszatértek. A következő adag hal érkezik. Hát, mennyit? Jól láttam, négy van egymás fölött, egy teljesen önt az ajba. Kicsikkel feljebb, kettő meg. Tehát a jégvédennek tűnik az olyan, hogyha egy két hal takarásba lenne. Vagy nem? Hát nem, nem. Na, itt megint. Ó, jó lesz, jó lesz. Így ezen a vonalon haladva úgy néz ki, hogy itt vannak halacskák. Oké, szóval megvan a második zsinegünk. Úgyhogy akkor most várunk egy egy 5 órát mondjuk. Árjunk 6-ot. Várunk 6-ot, és akkor kidobunk még 2-t. Na mondjuk még ennek sértünk a végére, úgyhogy úgyhogy, úgyhogy. Ó, itt rengeteg van. Lesz mit enni vacsorára. Oké. Így is dobtuk.
És akkor hát nem tudom, ezen a vonalon így tovább haladva. Vannak még itt halak. Itt most szépen leállunk. Emberünket. Elküldjük pihenni. Ha sikerül így jól mennyi pihenni. Mi meg lehorgonzunk itt egy 6 órára. Így, szuper. Nos, öregem, pihentél. Úgyhogy menjél szépen vissza. Ide. Igen, ide. Mi pedig kidobjuk a csalit. Mekkora köd van, alig látni valamit. Alig látni valamit. A tejfehér köd függönytől. Na milyen szép tiszta vízű a tenger. Lehet látni a hajócsavart. Úgyhogy pörög, forog, hajtsa a hajót. Jó, vizet is fröcsköli. Emberünk beöltözve. Keményen feszítünk a pilóta fülkébe. Ugye? Ott né, de csak állunk, igazán foghatná a kormányt, vagy valamit. Ez az ember. Csak így van magának. Na mindegy. A barátunk is ilyen unott képpel itt áll, néz, bámul, borjú az új kapura. Nem baj. Lényeg, hogy vannak halak. Halak előttünk. Megpróbálunk innen. Hát valamire elfordulni. Megint delfint hallottam, vagy? Valami más volt. Hű, itt rengeteg van. Úgy néz ki, hogy ezen a vonalon, hogyha végig haladunk, így a sötétebb, meg a világosabb, szóval a mélyebb, meg a sekélyebb rész határán, akkor itt elég sok halacskát lehet fogni. Úgyhogy szerintem folytatjuk is utunkat erre. Így kettesével dobálva a hálókat, aztán majd így a kettő közé. Visszajövünk a kikötőből. Remélhetőleg így időt spórolva. Nem kell annyit várnia. A két hálóledobás között. Ugye most végig pihenhetnénk, úgymond az időt. Na, hát éppen nem nagy ugrás, mert azt az időt, amíg le vagyunk horgonyozva. Ugye
úgyis átugorjuk. Az nem olyan, hogy azt ki kell várni. Úgyhogy igazából, hát szerintem időt nem fogunk spórolni. Csak mégis olyan lesz, hogy mint hogyha folyamatosan halásznánk végül is. Nem olyan, hogy nincs kint egy hálunk si, hanem kint van a hálunk, és akkor jövünk, és folyamatosan szedjük fel a hálókat. Ja, meg közben ugye le is lehet dobálni a felszerettek helyére. És akkor tényleg folyamatos a halászás. De időt igazából csak játékidőben spórolnánk. Valós időben nem. Ugyanis ugyanannyi időbe telik kirakni a hálót. Nem megyen ez a ladik. Valahogy. Ez most nagyon lassan dobálja ki a hálót. A felénél tartunk most, és már mióta nyomja. Kifelé. Lassan a halak is elfogynak. Majd megyünk a mélyebb rész felé. Egy kicsikét így. Így fordulunk, így a határon maradva. Na, úgy néz ki, hogy tényleg ezen a határvonalon azért vannak halak. Emberünket ki kéne használni egy kicsit, hogy pucolja már meg azt a halat, amit idáig fogtunk, azt a majd egy tonnányit, nem? Most itt megint csak kicsit pihenünk. Előttünk a delfin. És itt a vége. Eddig voltak halak. Itt kezdődnek megint, úgyhogy akkor itt szépen most leállunk. Megint két zsenegüt kidobtunk. Hogy akkor szintén csip 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 emberünket elküldjük. Nem pihen, hanem kifilézi a halat. Nézzük, megyene, oda tart-e? Elkezdte csinálni, jól van. Mi meg addig 6 órát megint csak így pihenünk. Túl fáradt a munkához. Az anyja kenya. Most éppen pihen mi. 3 kiló maradt, szóval még azt fel se tudta dolgozni. Még elustált.
Na mindegy, akkor. Mi dobjuk ki? Hálót, és elindulunk a nyomvonalon. Így felfelé. Meggyérültek a halacskák. Lehet, hogy már túl fönt járunk. Itt túlságosan észak felé vagyunk, ők meg ilyen sávba vonulnak valahol. Ezt akad még itt egy-kettő, de... Na, ah, megint beugrottak. Na, csak reklamálni kell, de hogy hol vannak a halak, itt már jönnek is. Így kell ezt csinálni. Szuper. Kint van az ötödik hálunk is, és emberünk magához térte ma egy kicsikét. Megkivezényeljük őt, majd dolgozzon, majd utána mehet pihenni. Na, gazd fel a cuccost. Ez az. És most teszünk egy próbát, lehet, hogy rosszul járunk. De így a mélyebb víz felé vesszük az irányt. Megpróbáljuk ezt a sávot itt tartani, hát ha és sávba vonulnak, nem pedig a határ mentén. És ez lesz a hatodik bójánk. A hatodik zsinegünk. Emberünket meg akkor elküldjük, hogy pihenjen. Így. Úgy hatodik után úgyis ugye megint csak várunk. A
ha várunk, nem is tudom. Ez ma kétszer pihentünk. Ugye? Második után, negyedik után kétszer pihentünk, az 16. Bocsánat, 12. Még egy szerintem bele. Megnézzük, hogy hogy áll az első bójánk. Mikor lett kirakva? 13 órája. 13 órája lett kirakva. Úgyhogy belefér. Belefér még egy pihenő, meg még kettő. Még kettő darab zsinek szerintem. Úgyhogy. De nem tudom, hogy lesznek-e még errefelé halacskák, vagy valahogy visszafelé kéne már menni. Itt most egyelőre eléggé gyéren vannak, reméljük, hogy a reklamációra összegyűlnek egy rajba. Na, aztán. Aztán majd. Á, nem. Most megreklamáltunk. Megreklamáltunk. És nem jöttek állak. Már egy jó ideje nincsen. Úgyhogy megpróbálunk visszafordulni, még van 40 méter. Hát, ha még ez alatt valamit sikerül visszahozni az elveszett halállományból, de már nem. Már nem. Á, viszont tekerődik vissza a csinek. Á, te szuper. Mint egyre kevesebbet mutat. Nem, majd visszatérünk ide a határvonalhoz. És megjöttek a halak. Legalábbis egy megjött. És ezek tényleg így a határon. Határon úszkálnak. Vagy a sekélyebb vízben. Lehet, hogy most egy kicsikét bemerészkedünk a sekélyebb vízbe. Próba cseresznye alapon. Sose lehet tudni, mit hoz a sekélyebb víz. Minden esetre itt már kettő halacskát látunk. Többet nem nagyon. Többet nem. Úgyhogy lehetséges, hogy itt most a pihenő után visszafelé fogunk fordulni a sekélyebb vízbe. Aha, ne, ott is egy hal. Na jó, ráfordulunk akkor így a határ mentére, de úgy nekem úgy tűnik, hogy itt már vége van a levonulásnak. Úgyhogy itt meg is fordulunk, és aztán a következő adagot. Egy kicsikét északabbra, sekélyebb vízbe fogjuk kirakni.
mint valamerre. Így. Igen, úgy néz ki, hogy itt több a hal. Ráadtuk a tüzet a paripára, de valahogy nem akar úszni. Csak valami kemény négy csomóval megyünk pedig. Még nem néz ki haragosnak a tenger. Na de hát... A látszat ugye sokszor csal. A látszat csal. Na, itt már jó is lesz, itt megállítjuk a paripát. És akkor... Lepihenünk 6 órára. Lehorgonzunk egész pontosan. 6 órát lehorgonzunk. Este van, este van. Emberünket nem ébresszük fel. Ah, úgy néz ki, hogy most be is van akasztva. Úgyhogy akkor ezt ide kidobjuk. Az irány az megvan. Bekészítek ide még egy adagot. Mi, én nem tudok ide készíteni? Itt csak a figuratod? Hát ő automatikusan bekészíti, meg nem tudom, mit csinálja. Én nem tudom. De jó, azt hittem, hogy majd itt bekészítem, és akkor majd szépen fel lehet, de... De ezt nekem nem engedi. Ám csak minden itt. Na mindegy. Ó, még tudunk egy kis halat pucolni. Hopp. Nem sok mindenünk van. Na jó, hajón ki, megyen autopilótába, úgymond. De nem tudunk lemenni. Kár, hogy nem csináltak meg úgy a hajót, hogy tényleg mindenhova le lehessen menni rajta. Ez itt mi? Komolyan rásik a víz, ahogy hívják rá is az eső, és az oszlopon is szétmegy ugyanúgy, mint a padlón. Ej, hát azért ez... Hát ilyen nincsen. Így egy függőleges tárgy. Ez nem viselkedik. Hát gyerekek... Kérlek, fejlesztők. Na mindegy. Ez eléggé... Hát minek mondjam, amatőr hibának? Vagy itt nem is tudom.
Oké, kidobtuk. Akkor bekészítünk még egyet. Remélem, hogy most már nem lesz vele problémája. Így van. Mi pedig akkor így tovább pöfögünk. Tovább pöfögünk, és kidobjuk a nyolcadik zsinegünket, ugye? Jól számolom. Nyolcadikat. És bizakodunk a jó kapásban, ugyanis ezt az egész kettes zsineges dolgot arra építettük, hogy egy zsinegen legalább 20 tonna hal lesz, és két zsinegből tere lesz a raktér. Élek a gyanúval, hogy ez nem lesz így. Ez elég csak az a 20 tonna. Én nagyon optimistán álltunk a dolgozhoz. Hát, Istenem, ez van. Mindig nézd a dolgok világos oldalát, napos oldalát, ugye? Mindenhez pozitívat kell hozzáállni, és aztán történnek a dolgok. Kérdés, hogy pozitíve, de történnek. Felét már elpotyogattuk ennek a zsinegnek. Egész jó tempóban haladunk, közben már látom, hogy kéken világít az egyes meg a kettes bója. Meg kell nézni, megnézzük gyorsan, hogy hány óránál tart. Kereken 20 óra. Úgyhogy ezeket ma be kell szedni, még ezt itt kitesszük, és aztán megyünk beszedni az 1-es-2-es hálót, zsineget, bocsánat. Tényleg át kell váltanunk hálós halászatra. Nem erre a csali zsinegesre. Már nagyon közelítünk így a 3-as, 4-es csomópont felé, hogy kicsit elfordulunk. És gyors utazással ide bevágunk egy ilyet. Ilyen zászlócskát, hogy ne kelljen még azzal itt szórakozni, hogy eldöcögünk odáig. Elég messze van még az, hiába néz ki rövid távnak. Tengeri sebességgel azért jó kis idő. Úgyhogy gyorsan ide eldöcögünk. Így van. És akkor emberünket először is rá kell tenni. Bár ő pucolni fog. Gyere, öreg, pucold a halat. Nem akar, nem jelöltük meg. Aha, most. Ide. Gyere csak én meg. Egy kicsikét ránagyítunk. Elkezdjük a... Na fordulj! Ott azt hiszem, hogy az az egyes. Az az egyes bója. Igen, itt van a kettes mellettünk. Úgyhogy az egyeset felszedjük, és reméljük, hogy dúig lesz hallal.
ugyanis 40 tonna fér a hajó bendőjébe, és mi ezt meg akarjuk tölteni. Úgyhogy hajra, hajra, hajra! Go, go, go! Jó, jó, fordulunk rá, igen. Így keményen lavírozunk, sebességet visszavesszük. Sőt, motort ki is kapcsolhatjuk majd. Így. Na, és valamit elvétettünk. Elkezdte pedig beszélni, de valahogy nagyon ráfordultunk a dologra. Na, majd most. Ó, jönnek a halak. Kettő. Ó, ez gyenge kapás. Ez kb. 3 tonna. Ó, 2,5. Hát tartok tőle, hogy ebből nem lesz tele a raktér. Ebből nem lesz tele a raktér, de hát... hagyjuk magunkat meglapni. Viszont így fölösleges lesz visszamenni. Hanem viszont akkor rakhatunk ki. Rakhatunk ki más bójákat, vagy más hálókat. Addig, ameddig... a másik kettőbe nem érik. Erre majd jobban kéne ráfordulni. Így sebességet visszavesszük. Na gyerünk, húzz be. Na itt már legalább 3 van. Hát akkor ez egy ilyen 5 tonna körül lesz. 4, inkább 4, hát attól függ, hogy hogy szedjük ki. Hát nem jó kaptuk el őket. 4,5. 4,5 tonna, hát gyerekek ebből. Ebből nem lesz énekes halat. Túl optimisták voltunk, úgyhogy... úgyhogy most az lesz, hogy nem megyünk vissza a kikötőbe. Hanem... ellavírozunk... ide a 3-as 4-eshez. Na, így. És azt mondja, hogy ez még 16 óra. 15 óra. Ennek még kell egy 5 óra. Körülbelül. Úgyhogy akkor... emberünk ott pucolgassa a halat. Na, pihenünk egy 6 órát, mondjuk. Lehorgonzunk 6 órára. Így. Megint szakad az eső. És akkor... Ráfordulunk a négyes bójára, és meglátjuk, hogy... mennyi lesz a kapás. Itt azt hiszem, hogy több hal volt. De ugye, hát az egyesnél is azt hittük, meg a kettesnél is azt hittük. Na nézzük, mennyi. Itt is csak 3, ráadásul azt se tudjuk normálisan elkapni. Csak jó. Ez megint csak 3 tonna. Az megint... hát mi bőszen arra számítottunk, hogy...
Egy két zsinegből tele lesz a raktér, aztán mire visszaérünk a kikötőbe, és onnan vissza ide. Ez alatt eltelik annyi idő, hogy ki lehessen húzni a következő hálót, és megint tele raktér, és megint fordulunk. Hát ez nem jött össze. Ez valahogy nem jött össze. Hiába mutatott egy csomó halat a szonár, valahogy mégsem akartak kapni. Pedig mindent megtettünk. Hát ez bukta. Ezen még hál sincs. Hát akkor jövünk a következőhez, nincs mit tenni. Ez itt 15 óra, megint várunk egy 5 órát. 5-6 órát, mondjuk, hogy várunk egy 6 órát. Lehorgonzunk. És nekivágunk itt, felszedjük az 5-öset meg a 6-osat. Bízva benne, hogy lesz hal. Hát a 6-osban nem sok lesz, ha lesz egyáltalán. Ugyanis ott kimentünk ugye a nyílt vízre, vagy ha mélyebb vízre, ahol nem voltak halak. De még mindig mutatja a szonár, hogy mennyi hal van itt. És ez nem kevés, és nincs kapás, nincs fogás. Ó, jóra kezdett közben az eső. Nem baj, kabinba nem állunk meg egyelőre, de mindjárt kimegyünk a fedélzetre behúzni a hálót, vagy a zsineget. Na gyerünk! Egy hál, azt, tehát ez egy tonna körül van, hogyha... Pedig nyomtam a gombot. És nem is fogtunk halat vele. Hát ez egy kb. Tonna lett volna. Hát így viszont semmi. Hopp, itt van a bója előttünk. Kicsikét rá kell fordulni, mert nem engedi majd felszedni, hogyha úgymond nem jó oldalon leszünk. Kettő hal. Ah, na végre egy tökéletes fogás. És a másik csak egy jó. 2 tonna. Hát gyerekek, még a felénél se vagyunk. És majd csak 2 hal maradt. Hát ez szívás, szívás törlés. Szívás törlés 14 óra. 13 óra, ez 14 óra, szóval még 6 órát itt. Hát 7 órát. Hoppá. 7 órát még itt nekünk le kell horgonyozni.
Na, bepöffentjük a barkát. Hát ez a Hedok nem nagyon akar harapni a csalira. Mondjuk az is igaz, hogy ezek a csalik is. Mondjuk ki volt írva, hogy 45%. A többi az más halfajoknak is kedvez. Nem túl jó az eredmény, még fél fele siker sincsen, vagy hogy mondjam. 50%-os siker sincsen ezzel a csalival. És ez kb. Meg is látszik rajta. Ez kb. Meg is látszik rajta. De ez a hajó nem tud mást, úgyhogy akkor igazából ezzel a hajóval ez a polok meg a redfish, azt hiszem ilyeneket, vagy kodot, vagy nem tudom mit, azt jól fogtunk vele, azt arra jó ez a, ezek kicsik a ladik. Úgy néz ki, hogy a hadokra az nem a legalkalmasabb hadokfogásra. De hát megpróbáltuk. 8, 5000-es, 5000 horgos zsineggel. Még mindig nem járunk a fele a raktérnése. Pedig ekkora már körülbelül háromszor akartam fordulni. Úgyhogy ez a halászforduló, hát nem lesz a legjobb. Na, itt legalább utolsó 5 hála. 5 hál, ez legalább egy kicsike. Hopp, ez csak jó. Tudnám, minek kell erre a hajó legénység, mikor mindent egyedül is meg tudunk csinálni. Úgyhogy nyolc tonna, na meghaladtuk a fele rakteret, úgyhogy beállítjuk az irányt hazára valahova ide, lényegtelen. Bedobjuk az autopilótát. Ez be van pöffenve. Mi meg megyünk és megpucoljuk a halat. Gyorsan. Mert emberünk ő nagyon lassan csinálja. Hát igaz, hogy mi nem vagyunk olyan precízek. Tehát nem kaptunk egy csillagot se. Hát pedig a vonalon vágtuk. Még ilyen süttyót. Na gyerünk, gyerünk, vágd át azokat a bordákat. Hoppá. Na már csak 14 tonna van hátra. Húha. Elég sok halat kell itt pucolni. Négy csillag. Négy, meg egy kicsike. Öt csillagosra valahogy nekünk. Nem nagyon akarja. Mondom én, hogy csak reklamálni kell egy kicsikét is. És egyből jó lesz. Ez egy kicsikét tovább kell húzni. X-től X-ig kéne, de
Próbálunk gyorsabban. Hát, ha akkor... Hát, gyorsabban se tudom jobban irányítani. El kicsikét belement a fejébe is. Jó, ez elment. Na, még kettő adag van. Vagy még... Még mindig maradt 7. Na jó, megvan, 25 tonnát sikerült összehalasztani. Hát nem egy nagy teljesítmény. 8 zsinekből. De hát ez van, mit lehet tenni. Megérkeztünk a kikötőbe. Megérkeztünk a kikötőbe. Kikötünk, el szeretnénk adni a halat. Hi, na szóval 202 000-et kaptunk. Megpucolva a mindenekért. Na. És az 2 óra. Na jó, mondjuk 1 óra. 1 óra volt, 1 óra, ugye elszórakoztunk azzal, hogy itt rossz. Rossz csalival próbáltunk halászni, meg még a kikötőben, de igazából szinte pontosan 1 óra telt el azóta, hogy kidobtuk az első jó fajta csalit. Szóval 1 óráig tartott ezzel a hajóval összeszedni 200 000-et, úgyhogy csak félig volt, több mint félig volt egy kicsikével a raktér. Úgyhogy akkor ezt most itt eladjuk, és akkor ezzel búcsúzom. Kipróbáltok, megtudtátok. Döntsétek el, van-e kedvetek ennyit tökölni, ülni egy kis adag halért ezzel a hajótípussal. Legközelebb kipróbálunk egy másik hajótípust, hogy azzal mit lehet összefogni, illetve mennyi idő alatt. Addig is jók lehetek, sziasztok, ciao!